Ma volt az első éjszaka, hogy elvittek dolgozni. Ezt így extra munkának hívják. A maga a cég tulajdonosa, az személyesen szokott invitálni ilyenre. Tehát van a normál 8 órás műszakunk. Nekem a Apeldoornban az éjszába. És ezen felül, hát nem előírás, de szerintem elvárják. Tehát így azért nem véletlenül jön a cégnek a tulajdonos személyesen oda hozzád és kér meg, hogy menjél dolgozni, vagy rákérdez, hogy te jössz. Mindegy, első éjszaka volt. Nem volt egy bonyolult feladat, bár sertésfeldolgozó, és ezt már többen is írták, hogy a marha és a sertésfeldolgozók közül a marha feldolgozóba inkább, ha már húsipar. Én most ott vagyok, ugye én csak 2 napot dolgoztam az elején sertésfeldolgozóba, de az tényleg egy szigorított börtön volt, Utrecht. Most Epe nevezetű városban voltunk, talán úgy ejtik. Tényleg nem volt egy bonyolult feladat, volt egy olyasmi, mint a saját karom, egy ilyen gép, és a kamion beparkolt, és sonkákat kellett leakaszgatni, a bejövő sonkákat is átakaszgatni. Tehát a húskampót levenni, eldobni egy ládába, és akkor a másik húskampóra, amit elvihetnek, arra ráakasztani. Tehát maga a gép csinálta, de hát eléggé olyan, tehát minden újdonságtól bestresszeltem elég rendesen, így aztán idétlenkedtem is, hát de persze hát nincs bennem rutin, tudod, mert a srác, aki csinálta, az volt a szerencsém, hogy Apeldoornban együtt dolgozunk. Csak én nem tudtam, hogy Apeldoornból éjszaka itt elég sokan meg fognak majd jelenni, akiket már láttam eddig. Szóval össze is röhögtünk, mert ugye lengyel a srác, és mostanában azzal szórakozok, hogy reggel, ahogy beszoktak jönni, aztán mindig így köszönök egymást, hogy semmát. És én a semmát most átvettem tőlük, és mindenre ezt mondom, ha kérdés, ha felelősségre vonás, mindent, csak azt a szót használom, és mindig más-más-más hangsúllyal. Amikor megkérdezik, hogy mi van Zoltán? Semmát. Mintha semmi lenne. Tehát bármire használható, de ők így köszönnek egymásnak, és szakadnak a röhögéstől. És ugye most is bemegyek, és akkor a srác ott ült az asztalon, és meglátok, SEMA! Na mindegy. Szóval ennyi kis feszkó így eltűnt belőlem, de azért ott van a pakliban az, hogy a srác tud angolul is, németül is. Na most egy mondaton belül használja a német és angol szavakat. És mondjuk elmond 2 mondatot, hogy mi lesz majd a feladatom, és hogy figyeljek, és akkor a végén megkérdezi, hogy érted? És akkor így vissza kellett gondolnom, hogy milyen szavak hangoztak el, és mondom, akár is próbálom megértelmezni, vagy megfejteni, ezek nekem számomra teljes mértékben ismeretlen szavak, és pont az, amit nem szeretek, a német nyelv, bár egyszer megfogadtam, hogy megtanulom, de hát az angol se olyan könnyű már, mint ebben a korban, úgyhogy eleve orosz tanultam gyerekkoromban, szóval mi más világra készültünk, nem erre. Na mindegy. És akkor mondom neki, hogy te beszélsz németül is közben? Mondja, persze, hát azt mondja, amit nem tud, ő németül mond. És akkor tudod, hogy érted, hogy mi a feladat? És mondta neki, hogy a felét. De inkább a negyedét, mert ugye az angol szavaknak is csak a felét értem, tehát eleve ilyen nehezített helyzetből indult minden. Na mindegy. Szóval a végén azért tehát tényleg éjfélig voltunk, 1:30-ra értünk ide ebbe a, hát most már úgy hívom bungaló, vagy lakó, kocsi, vagy a tökömnek ez nem, tehát a kempingen belül valami szírszar pár négyzetméter igénytelen, és hegyére hátára vannak zsúfolva az emberek, de közben most látom, mert utána jártam, hogy a munkaadónál viszont az emberek 90%-a privát szobában lakik, szóval ki lehet ezt járni hamarosan, csak ugye van 2 hét, míg a fiam érkezik, és addig nyugton kell maradnom. Na, igyekszem rövidre fogni, hogy föl is tudjam tölteni, mert itt a minőséget is előbe le kellett venni. Végeztünk a melóval, aztán mindegy, a srác átvette tőlem nagyon gyorsan a végén, mert már látta, hogy tényleg, tehát egyedül ember voltam ott dolgozó közben, gőzölgött a feje, tehát úgy izzadtam, úgy szakadt rólam a víz, hogy amikor megálltam, meg olyan hideg volt bent, tehát hogy majdnem, hogy rám fagyott a póló. És közben kikészült a, nem mind a 2 csuklom, csak ez nagyon-nagyon fáj, tehát ez fáj jobban. Inhüve egy gyulladás, de hát mondom, már erőt nem tudok vele kifejteni. 3 hét alatt úgy meg lettem erőltetve ebbe a hideg. Tudod, hogy a ventilátor jön a hátamra hideg, meg most ennyi. Tehát megérkeztünk ide is, ugye mentem be a, de nem is részletezem nagyon, mert az történt, hogy
tehát, hogy már itt a ház lakói is nézik a filmjeimet, és ugye itt a házon belül felelősségre vonnak, amiatt, hogy mi hangzott benne el. Aztán az egyiknek szóltam, hogy már bocs, de mondjuk 2007 óta csinálom ezt, és semmi között hozzá. Hú, basszus, tehát már olyan mélységekbe próbálnak beásni, érted, az embernek a privát szférájába, hogy már tényleg én is ott tartok, hogy béketűrő ember vagyok, de azonnal, érted? Tehát minden egyes megnyilvánulásra, ami a személyemet, hogy mondjam, így támadja, nem vagyok köteles béketűrő lenni. Tehát ahogy ilyen ordinári módon itt ordibáltak, és most már innentől kezdve nyíltan vállalom velük, szóval most már leszalom, hogy mit gondolnak róla, és én menni akarok innen. És leszalom, hogy ők meg, érted, tök jól érzik magukat itt. Kurvára ne jelek el, van itt egy munkahelyem, aztán szeretnék menni dolgozni. Mindegy, megjöttem, aztán nem tudtam aludni. A szobából kijöttem, ide be nem tudom mi ez, valamilyen kanapé vagy mert tököm, de hát ugye nem tudsz kinyújtózni rajta. Csak ilyen térdeplő akármiben tudtam aludni, aztán arra ébredt, hogy görcsöl a lábom, meg minden. Tehát ilyen volt egy ilyen 15-20 perces kényszeralvásom. Mert tudod, hogyha nem tudok nyugodtan elaludni, ha valami felzaplat, vagy mit tudom én, mindegy, ki kellett jönnöm ide. Hú, aztán nem bírtam aludni, és reggel nézem, hát mondom, banyek, most menjek be a céghez úgy, hogy rohadt balesetveszélyes munkát végzek. Nem aludtam semmit, mert egész éjszaka éjfélig mellóztunk, fél egyre idejöttem, utána meg már nem lehetett itt aludni. Na most így menjek be, de úgy, hogy pontosan tudom, hogy olyan szinten balesetveszélyes a melója, tehát hogy a láncfűrész, igen, először jobbról kell vágni, utána gyorsan, tehát mellmagasságba csinálom a pörgetést, át kell venni és balról, de amikor balról vágom át az alsó öt csontot, akkor az, aki fordítja, meg nyúl érte, nem szokta megvárni, hanem már ugye, tehát neki is fontos, ahogy jön, ő is el tudja végezni a feladatát, mint a tempó olyan. Olyan tempóban érted, hogy tehát ezt muszáj megtennie, hogy meg se várja, amíg én befejezem, hogy átvágjam, ő már nyúl oda. És hát már nem egyszer volt, hogy meg kellett, hogy állítsam a láncfűrészt, mert basszus, érted, olyan közel volt hozzá a keze, hát mondom, banyag, szétváglak így. És hát reggel úgy döntöttem, hogy én így ezt nem vállalom be, főleg ilyen csuklóval. Részben emiatt sem tudtam aludni, hogy ennyire fájt, meg sajgott a csuklóm. Hát, ugye monoton, megerőltető munkavégzés, és úgy, hogy jön a ventilátor. A ventilátorból jön a hideg. Hátamra, mindenemre, meg ugye az, hogy leizzadok rohadtul, és utána teljesen más munkafolyamot jön, ahol nekem csak állnom kell, és a kezeimmel dolgozom, tehát nincs az, hogy megterhelem magam a láncfűrésszel, meg erőt kell kifejtenem, meg mit tudom én. És akkor meg rám fagy minden. Ó, basszus, és már tehát folyamatosan tűzszögök, minden. Szóval ezt valószínűleg mindenki átéli az elején, meg kérdeztem itt az egyik srácot most éjszaka, hogy ezzel mit tudok csinálni. Aztán mondta, hogy semmit, két hétig kell pihentetni. Hát mondom, ne viccem, két hét? Hát honnan lenne nekem itt két hetem? Tehát minden nap menni kell dolgozni, hát ma nem mentem már be. És akkor mondta, hogy hát eleinte, amikor itt volt, az mondta, hogy ehhez hónapok kellnek, azt dolgozni kell és kész. Túl kell élni, dolgozni kell, ő is ezt csinálta, azt mondta, hogy a válla szét volt, a könnyöke szét volt, a csuklója szét volt, az összes ujja szét volt, mondjuk ő teljesen más csinált, késes. Szóval, hogy ez itt így alap, és mondja, kell hozzá két-három hónap, mire megszakod ezt, hogy ez ilyen. És aztán már így elmúlik a testedből. Két-három hónapig így dolgozni, basszus. Hú, ez nagyon durva, ultra. Nem elég a tempó, meg az, hogy nehéz fizikai munka, még ez a rohadt hát szünet nélküli fájdalom, érted? És úgy érzem, hogy nem merek hozzányúlni már semmihez. Hinnye bakker. És ezeket túlélték itt simán, itt röhögnek rajtam. Nem csak itt, hanem a munkahelyem, és mondom a lengyeleknek, hogy meg ők kérdezik, hogy nem fáj a kezed? Hát ők már megszokták ezt, meg láttak már ilyet, azért kérdezik. Nem, semmi probléma, semmi, éppen csak erre jártam. Persze, hát nem azért kérdezik, basszus, mert nem tudják, hát pontosan tudják. Tehát ők is hónapokon keresztül érezték ezeket a dolgokat, aztán persze, hogy érdeklődnek. Na, milyen? Érted? Hát? Na, így most röviden ennyi. Vettem egy üveg bort a lavashoz, de ezt mondtam?